Információk szerint saját alapítványt működtetett Berettyó Újfalu korábbi polgármestere. Székhelye a Városházán volt, a kuratórium elnöke is ő volt, a könyvelést pedig az önkormányzat munkatársai végezték munkaidőben. Mindez akkor derült ki, amikor a könyvelést végző munkatárs nyugdíjba ment és átadta a papírokat. Ezekből az is kiderült, hogy az alapítványnak 1,5 millió forintot fizettek a helyi nyugdíjas ház lakói. Ide egyébként, hivatalosan legalábbis, térítésmentesen lehetett pályázni a helyekre. 1,5 milliót kellett fizetnie azoknak, akik ebbe a nyugdíjas házba akartak beköltözni. Mindent a Városházán az akkori polgármester részvételével intéztek, ezért azt hitték, hogy ez így van rendjén. A lakást úgy kaptam meg, hogy 1,5 millió forintot be kellett fizetni a Berettyóújfalu OTP bankhoz, és a számlával együtt menni kellett az önkormányzathoz, és bebizonyítani, hogy be van fizetve a 1,5 millió forint. Ekkor megcsináltuk a lakásbérleti szerződést. Azóta kiderült, hogy a pénzt egy magánalapítványnak kellett befizetni. Volt itt egy kakukktojásként az önkormányzatnál elhelyezve egy olyan alapítvány, amely semmilyen felhatalmazással, semmilyen önkormányzati felhatalmazással úgy szerett 1,5 millió forintot. Egy ide bejegyzett az akkori polgármester kuratórium elnökségével egy alapítványnak történő befizetés nyomán, amit nem lehetett volna. A házban van olyan lakó, aki állítja, hogy a mostani képviselők és így a polgármester is tudott az alapítványról. Neki 2011 végén még be kellett fizetni az általa beugrónak vélt összeget. Az önkormányzat a héten döntött arról, hogy a jogosulatlanul átvett pénzeket visszafizetik. A helyi ellenzék szerint ennél többről van szó. Az a kérdés, hogy ezt kamatostól fogják visszafizetni, vagy csak a tőketartozást. Ugyanis egy ilyen dolog, aki 10 éve már befizette a nyugdíját, vagy a 1,5 millió forintot, 5 év alatt ez az összeg megduplázódik, és hagyd ne soroljam tovább a kamatlábakat. A várost korábban 20 évig vezető MDF-es és kisgazda múltra rendelkező polgármestert kerestük, de ahogy a város jelenlegi vezetőinek, úgy nekünk sem sikerült elérnünk.